Az országgyűlés elrendelte a betelepítési kvótával kapcsolatos népszavazást. Miről döntünk pontosan? És mi lehet a döntésünk következménye? A stúdióban Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, és Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke. Nem lehetne népszavazást tartani a kormány kérdéséről az EKINT, a TASZ, a Helsinki Bizottság és a Political Capital szerint. Az Alapjogokért Központ viszont úgy látja, a népszavazás megakadályozhatja a kötelező kvótarendszer életbelépését. Fazekas Tamás, a Helsinki Bizottság és Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ munkatársa a vendégünk. Brutális 33%-os zuhanás az építőiparban, megtorpanó GDP növekedés. Aggasztó adatokat produkált a magyar gazdaság. Vendégünk Pecsnik Mári, az ITA közgazdász. Miközben az elmúlt években lényegesen nehezebb lett népszavazást kezdeményezni Magyarországon, az országgyűlés a Fidesz és a Jobbik szavazataival elrendelte az uniós betelepítési kvótával kapcsolatos referendum kiírását. A kormányzati kampány szerint azért, hogy a választók Brüsszelnek üzenjenek. Az MSZP, az LMP és a DK nem szavazott a kérdésről, amit az Együtt elnöke gyávaságnak minősített. Vendégeink Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, és Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke. És természetesen hívtuk a Szigetvári Viktor által legyávázott MSZP-t és DK-t is a vitába, ők azonban nem kívántak élni a lehetőséggel. Jó estét kívánok! Kezicsopom, jó estét kívánok! Kezicsopom! Hát úgy szólnak a most induló plakát kampány első ismert kampányai, üzenjünk Brüsszelnek, hogy ők is megértsék. De mit értenek meg Brüsszelben egy magyar népszavazásból, és mi következik belőle, amikor a többi tagállam szavazatára ennek semmilyen hatása nem lesz a tanácsban, és arra sem, hogy ránk kötelező érvényű-e, hogyha leszavaznak? Én azért ezt nem mondanám, hogy a többi tagállamnak nem lesz, nem, többi tagállamra nem lesz hatása, tehát várjuk meg ezt az egész ügyet. Mi azt mondjuk, hogy a magyar emberek megkérdezése nélkül nem lehet Magyarországra telepíteni, betelepíteni, se kötelezően, se semmilyen módon senkit. Ezt a magyar embereknek kell eldönteniük, hogy kikkel szeretnének a jövőben együtt élni. Ráadásul ugye itt van ez a óriási illegális bevándorlási hullám, amelyre ráültek egyébként a terroristák is. Tehát nem csak az a kérdés, hogy ez igazságos-e, jogszerű-e, észszerű-e, hanem az is a kérdés, hogy mennyire veszélyes ez a kötelező kvóta, ez a kényszerbetelepítés, amit Magyarországra és a többi tagállamra szeretnének ráerőltetni. Magyarország és a többi tagállam szuverén államként lett az unió tagja. Tehát ez nem a KGST vagy nem a Varsói Szerződés, hanem az Európai Unió, amely független, szuverén európai államoknak az egysége azért, hogy ki tudjuk használni európaiságunkat, a kultúránkat, azt a gazdaságban, a pénzügyekben és a mindennapi életben tudjuk képviselni. Köszönöm, hogy elmondta a kormány álláspontját. A Szigetvári Viktor nyilván nagyon sok mindennel vitatkozni fog, de azt hogy értette még egészen az elején, hogy várjuk meg, hogy egy magyar népszavazás eredményének milyen hatása van a többi állam szavazatára az Európai Tanácsban? Hát ennek híre van. Tehát azok a kormányok, amelyek konzultációt folytatnak az emberekkel, amelyek kíváncsiak arra, hogy mi az emberek véleménye, nem csak egy választáson, hanem két választás között is, főleg ilyen sorskérdésekben, olyan sorskérdésekben, mint ez a kényszerbetelepítés, amely több évszázadra meghatározhatja egy-egy Európai Uniós ország és az egész Európai Unió, az egész Európa jövőjét. Azt gondolom, hogy ez kellő üzenet lehet a többi ember számára, a többi ország számára, a többi vezető számára, a többi kormány számára is. Tehát akarnak másrészt teremteni, hogy ők is tartsanak népszavazást? Nem ez a cél, de ez nyugodtan lehet minta. Tehát nem csak a brüsszeli elképzelések lehetnek minták, hanem egy magyarországi elképzelés is, egy magyarországi vélemény is, amit egyébként, hogyha a magyar emberek többsége, jelentős többsége támogat, akkor azt gondolom, hogy a többi országban is fel fognak erre figyelni, mint ahogy felfigyeltünk a holland népszavazásra is, aminek persze nem lett következménye, mert Hollandiában olyan kormány van, olyan vezetés van, akit nem érdekel a népszavazás eredménye. Szigetvári Viktor. Ugye a holland népszavazás teljesen másról szólt, azt azért tegyük világossá, de én alapvetően nem értek egyet a képviselő úr által elmondott állásponttal. Az Együtt szerint ez egy Európa ellenes népszavazás, amelyben Orbán Viktor pontosan tudja, hogy nem lehet Magyarország olyan döntés, amely jogkövetkezménnyel jár Európába, de nem is érdekli. Ő egyrészt a magyarokat akarja a menekült válság felhasználásában félelemben tartani, erősíteni a közösségünk megosztottságát, amely úgyis az elmúlt
két és fél évtized alatt rengeteg problémát okozott. Másrészt ezt a menekültügyet használja fel arra, hogy egy 2020 után radikálisan átalakuló, a centrumállamokban, az alapító államokban sokkal szorosabbá váló európai együttműködésből kint tartsa Magyarországot. Nem az EU-ból akar kilépni Orbán Viktor, nem erről szól a népszavazás, arról szól, hogy az Európai Unió perifériáján tartsa a lemaradó Magyarországot, mert Orbán Viktor képtelen polgárosodást és gyarapodást hozni. És a menekültügyben pedig legyen világos. Én ezért mondtam, hogy sajnos gyáva volt más ellenzéki pártok viselkedés, és külön köszönöm azoknak a független képviselőknek, akik mertek nemet mondani ebben az ügyben a parlamentben, az együtt képviselőivel együtt, mert ez a kérdés, ez nyilvánvalóan nem bevándorlókról és letelepítésről szól, mert Európában sajnos olyan menekültek jönnek, akik megerőszakolás, vallási diszkrimináció elől jönnek, döntő részben nem terroristák, hiszen a terrorcselekményeket sok-sok évtizede másod-harmad generációs Európában élő emberek okozzák, sajnos Európában túlnyomó részt, és innentől kezdve ezek a kérdések, ezek a Fidesznek a félelemkeltő kampányának a részei, amely amellett, hogy Európa ellen hangol, amellett egyébként nyilván elterüli a témát a Orbán Viktor és tettes társai, Pult Péter meg Matolcsi Györgynek a lopásairól. Nem egyszerűen kíván erre reagálni? Én nekem az a véleményem, hogy ennyi képviselő, és az a helyzet, kérem engedje meg, hogyha már így nem tudott erre mit válaszolni, hogy ez nagyon fontos ebben az ügyben, hogy világossá tegyük, hát, hogy nem. Ezek a menekültek, és ez az egész európai kérdés, ezt önnek nyilván értenie kell, azért nem igaz, mert az ön fideszes képviselőtársai 2007-ben a lisszaboni szerződést egy nem fideszes kormány idején döntően megszavazták. És a lisszaboni szerződés óta, ezt biztos ön is tudja, az Európai Unióban lehet minősített többséggel úgy hozni döntést, hogyha valaki kisebbségben van, hogyha Orbán Viktor pont annyira bátor volna, mint amennyire nem az, akkor az Európai Unióban győzne meg egy olyan többséget, amelyel blokkolná. Blokkoló kisebbséget alkotna mondjuk egy kvótával szemben, az együtt álláspontja világos, szerintünk akár a kötelező kvóta is jó megoldás, és nagyon büszke vagyok arra, hogy végre eljut oda az Európai Unió, hogy büntetéssel fenyeget olyan tagállamokat, amelyek nem csak a támogatási és fejlesztési forrásokból szeretnének kvótával részesülni, nem csak a jóból szeretnének kvótával részesülni, hanem közben nemet mondanak akkor, amikor a vállainkat egymásnak vetve egy közös válságból kellene kivenni a részünket. Én azért nem hivatkoznék ennyire a támogatásra, mert az elkövetkezendő 7 évben egy magyar emberre egymilliós támogatás jut, míg egyébként egyetlen egy migránsra ugye a 78 millió forintos fenyegetettség van Magyarország feje fölött, hogyha nem úgy viselkedünk, ahogy ön is. Maguk úgyis ellopják annak a jelentős részét, képviselő úr. Hogyha ezt játsszuk, akkor hidd el, én is tudok így beszélni, tehát én is tudok beleszólni, de én nagyon türelmesen megvártam, amíg elmondtad a magadét, úgyhogy én is szeretném elmondani. Köszönöm szépen. Tehát azt gondolom, hogy az az álláspont, amit az együtt képvisel, és nagyon következetesen, nagyon régóta, tehát az elmúlt 2 évben a parlamenti képviselő is ezt képviselte, folyamatosan az illegális bevándorlás pártján álltak. Folyamatosan összekeverték az illegális bevándorlókat a menekültekkel. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy a menekültügyi eljárás az zajlik Magyarországon, és mindenki, aki menekültügyi eljárásban részt vesz, az a Genfi konvenciónak, az 51-es Genfi megállapodásnak megfelelően kapja meg a gyámolítást Magyarországon, és kapja meg azt a lehetőséget, hogy a menekült státusszal élni tudjon. Ez azt gondolom elég egyértelmű. Ez egyedileg történik meg, ez az eljárás. Tehát az hogy fér össze a menekültügyi eljárás, hogy lerohadjuk a határokat, az hogy fér össze, hogy kerítéssel kell megvédeni Európát, kerítéssel kell megvédeni a schengeni határokat azoktól az emberektől, akik azt gondolják, hogy azt csinálnak egy ilyen országban, amit akarnak. Én nem látok. Röszkét, hát nézzük meg Röszkét, nézzük meg az keleti pályaudvart, nézzük meg a körmendi eseményeket, nézzük meg, miért kellett most kiüríteni Nagyfát. Ott kell elmondani, ezeken a településeken, ahol egyébként ezt nagyon keményen meg... Ott kell ilyen illegális migráció, az illegális migráció melletti állásfoglalást tenni. Én azért kíváncsi lennék, hogyha az együtt elmenne mondjuk Röszkére, és ott a főtéren tartana egy ilyen beszédet, akkor annak mi lenne a következménye? Hát ugye zavarnák önöket, hogy az csak a világ olyat nem látott. Tudja, képviselő úr, ha van párt, amelynek az országgyűlési képviselője Szelényi Zsuzsa, és részben Szabó Szabolcs minden egyes menekülttáborba és menekülttábor környékén levő településre elment, akkor az együtt volt az elmúlt másfél évben. Annyit engedje meg, hogy elmondjak, hogy pontosan látjuk, hogy a körmendi nem baloldali polgármester és a körmendi és megyei rendőrkapitány világosan elmondta, hogy az nem történt Körmend, és van egy nagyon fontos dolog, a Fidesz
egyébként tavaly szeptember óta. Azt kell megérteni, hogy az emberek nem akarnak együtt élni bevándorlókkal. Nem is kell együtt élni. Nem akarnak együtt élni, ez több mint 1100 település kinyilvánította. De ezek az megyei jogú városok településének vezetője tegnap tartott egy sajtótájékoztatót, ahol bejelentett, hogy több mint 1100 település csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, amit ők indítottak el, hogy ők nem kívánják azt, hogy az ő településükön bármilyen formában, azt lehet, innen lehet sajnálni, de azok a településeknek joguk van megmondani, hogy kikkel akarnak együtt élni. És Magyarországnak is joga van megmondani, hogy kivel akar együtt élni, és ennek a lehető legerősebb joghatással bíró formája, demokratikus, a legdemokratikusabb formája az a népszavazás. Szerintem ebben az ügyben a népszavazás az egy nem joghatályos kérdés. Maga a kúria határozata mondta, hogy ennek nem mondott, a kérdésnek a kúria határozata azt mondta, hogy mehet. Képviselő úr maga tehát is pontosan tudja, parlamenten ennek... átment, a kúrián átment, előtte a Nemzeti Választási Bizottságon átment, és át fog menni, hiába fordultak az alkotmánybírósághoz. Én nem fordultam, én az alkotmánybíróságot már légyen egy illegitim. Erre természetesen joga van mindenkinek, szerintem az alkotmánybíróságon is át fog menni, és hogyha esetleg fejre tetszenek itt állni, vagy bárhol, akkor is lesz népszavazás szeptemberben. Annyit szeretnék ebben az ügyben mondani, hogy a népszavazás szerintem jogszerűtlenül lett kiírva egy illiberális Orbán rezsimben, ahol a kúriának is, és az alkotmánybíróságnak is már a joghatóságát... Nem erről szól a fám, hogy most illiberális Orbán rezsim. Ezeket lehet mondani ilyeneket, de ez nem erről szól, az emberek életéről szól, a magyar emberek jövőjéről, a magyar családok jövőjéről. Lesz-e Köln-Budapesten szilveszterkor? Nem lesz Köln-Budapesten. Megismétlődik-e? Megismétlődhet, hát ha ide egy szegedi ember betelepítenek. De nem akarnak szegedi olyan embereket, akik nem itt szocializálódtak, akik nem akarnak velünk együtt élni egyébként. Nem akarnak be. Ne keltse itt a félelmet. Kertek, dolog, semmiféle félelmet. Orbán Viktornak az a kottája, amelyet Vlagyimir Putyinnal, akivel nagyon sok közös gazdasági érdeke van, arról szól, hogy együtt tudjanak lopni a jövőben is Paksból, a Medből és más gázsémákból, és közben hergeljék a magyarokat a félelembe. Ebben az országban... Ez szükséges a népszavazás? Erről szól a népszavazás? Abszolút erről szól a népszavazás, hiszen joghatálya nincsen, az önök képviselője. Hát, szerintem megurult a gyógyszer ma reggel, ha erről szól a népszavazás. Képviselő úr, képviselő. Mondom. A fideszes képviselők megszavazták azt a lisszaboni szerződést, amely lisszaboni szerződés rendelkezett arról, hogy szerencsére az Európai Unió tud olyan többségi döntéseket hozni, amelyhez nem kell konszenzus. Én nagyon jónak tartom ezt a megoldást, és van ennél egy fontos ebben dolog. A kérdésben ez nem a... tud. De tud. Nem ebben tud. A kérdésben nagyon fontos, ez hogy én magyar... nemzeti szuverenitás világos, kérdés. Én egy olyan Magyarországban szeretnék élni, Magyarország ahol nem nincs egyedül ebben a helyen, ahol nem ebben egy nap alatt, nem egy hét alatt nyitnak menekültáborokat emberek lakásai mellett, mert azzal csak a félelmet tudja, és csak a helyi konfliktusokat tudja generálni egy társadalom, ezért éveken át kellene előkészíteni jól felszerelt európai menekült. De az emberek nem akarják, tehát ezt kell megérteni. Képviselő, a magyar az emberek más dolgokat sem akarnak. Tízezer menekültnek a magyarországi ideiglenes letelepedésen. Mi 10-15 ezer mindenképpen minimum. Ezeket kiknek a nyakába akasztanának? Senkinek. Hát vigyék haza őket önök, tehát éljenek velük együtt. Képviselő úr, ezek az emberek nők, asszonyok, akik megerőszakolással jönnek. Így Magyarországra, életerős férfi emberek nyomulnak be Európába. Addig lerohanták Magyarországot, amíg délen a kerítéssel, az új jogszabályokkal és a határőrizeti feladatokkal ellátott honvédséggel meg nem akadályoztuk ezt. Ez a helyzet. Ez történt. Nem én keltek félelmet, hanem röszkén volt félelem az emberekben. Amikor megostromolták Magyarország határát. Ott van félelem. Állati körülmények között tartják azért, mert el akarják őket tolni. Állati körülmények között azok tartják egyébként, akik biztatják őket arra, hogy jöjjenek Európába. És azok Milyen? A politikusok, akik összejátszanak egyébként. Én nyilván terrorista vagyok, mert én ezt szoktam ezt mondani, a Fidesz, ezt már önök szokták nem, mondani. Én nem terrorista vagyok. Azt mondtam, hogy a politikusok meghívására érkeznek ezek az emberek. Az én meghívásomra biztosan pontosan azért, mert európai politikusok, és ezt Brüsszel nyomja ezerrel, európai politikusok azt gondolják, hogy azt a demográfia problémát, amit Európa elszenved, azt meg lehet bevándorlókról. Lerombolják a házaikat, és ebben nem rombolják le a házaikat. Engedje meg képviselő, hogy ebben van önnel, köztük menekült, minden menekült megkapja az ellátást nem és a gyámolítást. Ezeket az embereket minden a Fidesz kitolja ebből az ezek nem menekült emberek. A menekültek
bejöhetnek a határátkelőhelyen. Nem jöhetnek be, mert a Genfi konvenció ellentétes szabályok vannak Magyarországon. Nem igaz, nincsenek. Magyarországon mind a három fő szabályt betartjuk. Mind a Genfi konvenciót, mind a Schengeni, mind a Dublini egyezményt betartja Magyarország, sőt, minden ENSZ ellenőrzést eddig kiállt Magyarország. És Magyarországon nem voltak olyan atrocitások, mint Németországban, nem gyújtottak föl még egyetlen egy menekült tábort sem Magyarországon. Magyarországon a rendőrök nem zárták be, hát most beszélünk erről, hogy az ez a körmenden hogy ilyen. Ausztria fele könnyebben kimenjenek. Mert arra szeretnének menni egyébként, akik beadják a menekült kérelmet, azok nagy része még innen ezért tovább szeretne pattani. Ezért kellene kvóta, ezért nem értek kvóta, egyet abszolút, a szocialisták álláspontjával, ezért nem értek egyet a Fidesz abszolút álláspontjával. Nem kell kvóta, én ebben inkább Ferenc pápával ebben, és Angela Merkellel értek egyet, mert nem. Szerintem ők... Ez a helyzet. Hát az a helyzet, nem én vagyok a keresztény pártnak a képviselője, maga tagja az EPP-s pártnak, nem én. Ott van Ferenc pápa, ott van a CDU-nak az elnöke Angela Merkel. Ferenc pápa nem pártag, ne tévedjünk. De szerencsére keresztény ember talán ezt ő sem vitatja. Igen, keresztény ember, természetesen. Önnek kellene ebben magyarázatot adnia arra, hogy egy olyan párt, amely magát keresztény értékek letéteményesének teszi, a legnagyobb európai keresztény párt elnökével, a német kancellárral, és egyébként a pápával, Ferenc pápával ellentétes politikát képvisel. Ezek között az emberek között vannak olyanok, engedje meg, hogy befejezzem, akik olyan országból jönnek, ahonnan valóban gazdasági bevándorlók, akiknek nem kell beengedni Európába, ezt az együtt 95%-ban ilyen emberek jönnek. Nem hiszem, 95%-ban. Jelentős részük Szíriából jön, tehát 95%-ban szerintem ön is tudja ezeket az adatokat, mert ezek... 95%-ban, hiszen ezeket az adatokat a nagy részét még nem bírják. Ezeket az adatokat megkapjuk egyébként a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, a rendszeres jelentések érkeznek a Nemzetbiztonsági Bizottsághoz, a Belügyminisztériumtól, a titkosszolgálattól. Ez bárki megnézheti, mert nyílt adatokat. Ezek önnek hazugsága. Már mutattam itt, önnek már hazugsága, mutattam, önnek mutattam itt ezt a levelet, és mondtam azt is, hogy nyílt adatok. Persze ezért engem feljelentettek, hogy én titkos adatokat mutogatok a tévében, ami nem igaz. Mindenki tisztában van avval, hogy kik érkeznek egyébként a határa. Tudjuk, kiket kell feltartani. Igen. Nem poénkodnék ezzel, Brüsszel után, Párizs után abszolút akiket nem poénkodnék. Nem poénkodnék azután sem, hogy a budapesti angol iskolát többször megfenyegették, és bizony azok a fenyegetések nyilván nem diák. Nem ezt mondtam. Nem ezt mondtam, én azt mondtam, és azt állítom, és nem csak én, hanem a szakemberek állítják azt, hogy a nem fideszes szakemberek, tehát azért az európai titkosszolgálatoknál, az Europolnál, az európai határvédelmi szervezeteknél. Az európai titkosszolgálatok a Fidesz kormánya nem kommunikálnak, mert orosz Bérenc politikát folytat. Ne vicceljünk már, az orosz érdeket maguk, akik nem akadályozzák meg. Magyarország a NATO és az Európai Unió tagja, és minden egyes szervezetben eminensen képviseli egyébként az országot. TEG például megnyerte az európai terrorelhárító központoknak a versenyét. Hát az, amely jó kommandóznak, abból nem következik, hogy az oroszok ellen mondjuk jól küzdenek Magyarországon. Ugye elnök úr is tudja, hogy a jól kommandozás az nem egy pofont jelent, de ők nem vagy nem a lövöldözést jelenti ez a helyzet. Tehát azokat a jelentéseket, amelyek beérkeznek a kormányhoz, amelyek beérkeznek egyébként a döntéshozókhoz, azokat mindenki megkapja, mindenki tisztában van, lehet vele. Országgyűlési képviselőként lehet szólni az országgyűlési képviselőknek, hogy kérjék be. Országgyűlési képviselőként hozzájuthat, és ez alapján hozza meg a döntését. És aki ez alapján, a döntés alapján egész egyszerűen nem hajlandó beülni a parlamentbe és szavazni, az a legnagyobb vétséget követi el, ebben egyetértünk. De véleményem szerint az is, aki az ellen szavaz, hogy a népre, hogy a magyar emberekre rábízzuk azt, hogy elfogadják-e ők az Európai Uniónak azt a kötelezően ránk rótt kényszerbetelepítési programját és kvótáit, amivel ide Magyarországra a magyar parlament megkérdezése nélkül, az emberek hozzájárulása nélkül beszeretnének telepíteni, az azt gondolom, hogy az eminens kérdés. Én viszont képviselő úr, most már nagyon sokat beszélt, hadd mondjak én is valamit. Nem csak terroristák jöhetnek ide, itt kialakulhatnak olyan párhuzamos rendszerek, mint akár Malmöben. De hogy alakulhatnak ki Magyarországon? Most nézzük meg a Cannes-i filmfesztivált. Nem mondjam. A Cannes-ban, de hát szerintem érdemes. Képviselő úr,
életben nem volt, soha az életben nem nyitották még úgy meg a Cannes-i filmfesztivált, hogy személyesen maga a francia belügyminiszter megy el ellenőrizni, hogy a biztonsági előírásoknak, a biztonsági szabályoknak megfelelően működik-e minden. Ezer rendőr és fegyveres biztonsági őr, tűzszerészek, mindenki ellent az egész város. Nem vicceljünk már. Ez vicces. Vicces ez a történet. Európa ellen hergelik a magyarokat. Arról szól, hogy ezt az országot a periférián, a leszakadásban, a polgárosodás erősödésében. Hát, hogyha a polgárosodás azt jelenti, ami 2010-ig volt, akkor nagyon nagy baj van. Nagyon sok dolog rosszul volt 2010-ig. A polgárosodásnak az a lényege, hogy a szabadságunkat, mind az egyéni szabadságunkat, mind a nemzeti szabadságunkat, ezt megőrizzük, szuverenitásunkat meg tudjuk őrizni. Éppen a Fidesz képviselői szavazták meg azt a működő gazdaság legyen, több pénz maradjon az emberektől. Ehhez szükséges, hogy azok a demokratikus szabályok működjenek, amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek népszavazáson döntsenek. Erről beszélek. Ezt jelenti a polgárosodás. Beszélhet egy kicsit arról is, amit már harmadszorra vetett fel Szigetvári Viktor, hogy miért szavazta meg annak idején a Fidesz is azt a lisszaboni szerződést, ami többek között nem csak azt tette lehetővé, hogy ne kelljen teljes konszenzus, de kifejezetten közös menekültügyi politikáról beszélt. Egy pillanatot egészítsek, és egy pillanatot csendben maradt a képviselő úr. Az a helyzet, hogy az Európai Unió, és erről nem beszélünk eleget Magyarországon, 2020 után át fog alakulni. Valószínűleg kevesebb uniós forrást kapunk. Szerencsére az Európai Uniót szerintem egy magyar tagállamnak most lehetősége van arra rábírni, hogy azt a lassú felzárkózást, amely nem működött elég, és sok kormány ebbe hibázott, szerintem nem csak pártszínezet szerint egyik vagy másik. Ezen kellene tudnunk változtatni, de Magyarország helye a centrumállamokkal szorosabb együttműködésben van. És én szerintem ez a népszavazás, ezért mondja azt az együtt, hogy bojkottálni kell, és ez egy EU ellenes népszavazás, mert mivel a menekült kérdésben joghatálya nincsen, de innentől kezdve ennek a kérdésnek, hadd fejezzem, képviselő úr, ennek a kérdésnek arról van tétje, hogy a magyarok szívébe a kormánypropaganda eszközével félelmet akar plántálni, megalapozatlan irekre, és nekem egy kérdésem lesz, mert ma láttam, hogy elindult a kampány. Ad a kormány azoknak az ellenzéki pártoknak pénzt, akik esetleg a kormány álláspontjával ellentétesen? Az a kérdésem, képviselő úr... Természetesen megjelenik, tehát ezen nem, a ne, képviselő, pro-kontra... Nekünk adnak pénzt arra, hogy akkor... Nincs erre felhatalmazása a kormánynak, hogy pártokat pénzeljen. De bocsássam, a kormány párt... A kormány a Fidesz álláspontjából milliárdos kampányt indít, ma jelentették be. Ez a kormány álláspontja, feltétlenül. Akkor tessék támogatni azokat az ellenzéki pártokat, akik meg az kormány álláspontja. Az ellenzéki pártok mind a parlamentben, mind a parlamenten kívül. És az ön szerint, amikor önök mind a parlamenten, mind a parlamentnek kívül más Orbán strómanoknak milliárdokat visznek ki. Oké, daráljunk még egy kicsit, ez nem is a arra költenek, hogy a magyarokat hergeljék, én magam tétem lezeket. A félelmet, egy évvel ezelőtt a félelmet nem a kormány rá, gerjeszti, hanem az illegális bevándorlók, és az olyan emberek, akik az illegális bevándorlók, pártjánálnak. Hát azért abban az illegális bevándorlók pártján. Meg kell nézni, hogy mit műveltek ezek az emberek a keleti pályaudvaron. A Baros téren föl kéne csöngetni egy-két lakásba, és megkérdezni a véleményüket. Sokszor voltam ott, kérdezze meg a véleményüket. Kikkel beszélgetett? Én ott voltam. Haverjaival, a pártagjaival beszélgetett. Azokkal az emberekkel, akik nem tudtak elutazni munkába, akik nem tudtak visszajönni munkából, azokkal a diákokkal kell beszélgetni. Ennek, hát rengeteg köze van a kvótához. Nem a keleti pályaudvarnál kellene lenniük, hanem menekült táborokban, ahol integrációs... És ki tartja fönt ezeket a menekült táborok? A magyar adófizető pénzéből. Miért tartanák fönt a magyar adófizetőt? A magyar adófizetők nem kötelességük. Én Európai Unióban hiszem, nem kötelességük. Az a kötelességünk, hogy a jó dolgokban és a rossz dolgokban is szolidaritást vállaljuk. A magyaroknak, de azt mondom, hogy egyetlen egy európai polgárnak sem. Nem kötelessége fenntartani illegális bevándorlók törvénytelenül. Ezek nem illegális, ezek mind illegálisak voltak. Hát 500 ezer emberről azt se tudják, hogy kicsoda a németek. Azt se tudják, hogy kicsoda. Nem regisztrálták őket. Hát a magyar kormány nem regisztrált őket, mert átengedte őket az országon. Nem. A magyar kormány regisztrálta a magyar kormány regisztrálta a legtöbb. A magyar kormány, mert ez volt a kérés, magyar kormány, dehogy nem. Megsértették a szabályt. De nem volt szabálysértés, ekkora terhet a magyar kormány határ, nem is jogi és műszaki határzár
nélkül. Senki nem kéri Magyarországot. Egy olyan terhet, az Európai Unió ad hogy erre több százezer ember lerohanja az országot, a magyar kormány, a magyar emberek nem tudtak elviselni. Meghoztuk a döntéseket, meghoztuk azokat a döntéseket, amivel a magyar határon, amivel a magyar határon megáll. Ezek nagyon bátor és nagyon nemes döntések voltak, mert a magyar emberek biztonságát kellett megvédeni. Meghoztuk ezeket a döntéseket, és ezeknek a döntéseknek köszönhetően. Ez mind a műszaki határzárra, mind a jogi határzárra, mind pedig az odavezényelt embereknek, rendőröknek, katonáknak köszönhetően egész egyszerűen nullára olvadt múlt év végén a bevándorlók tovább, száma, az illegálisan Magyarországra érkező bevándorlók száma. Mert köszönöm szépen, tehát lépjünk egy kicsit tovább, mert ugye ezeket az állításokat már hallottuk, mint ahogy a cáfolatokat, meg a vitát is, de van néhány új kérdés is, meg még arra sem válaszolt, amit az előbb kérdeztem, hogy a lisszaboni szerződést és ezzel együtt a közös menekültügyi politikát a Fidesz miért szavazta, meg rosszul gondolták akkor? Miért próbáltam válaszolni, azért belém folytották a szót. Most nem ismét megadom a lehetőséget. Tehát azt gondolom, hogy a közös bevándorlás politika nem azt jelenti, hogy Brüsszelben eldöntenek valamit, és akkor mindenki azt szerint ugrál. Azt a mechanizmust is megszavazta a Fidesz, amivel lesz most hatszor. Nem szavazta meg a mechanizmust. Azt mondtuk, hogy Európa, mindig is ezt mondtuk, de szóljon már ennek az embernek, hogy ne szóljon bele mindig. Tehát azt a mechanizmust, azért tetszik itt ülni, gondolom. Ezért ezt a Csepelen is, azért, mert meg kell őrizni a nyugalmat. Szerintem megállapodhatunk. Az a nyugalom, én azt gondolom, tehát ez egy igazi szép liberális, gondolat, hogy az a nyugalom, hogy a liberálisok mondhatják a véleményeket, aki egyébként nem ért velük egyet, azt szépen félre kell nyomni. Az félre az igazság, nyomni, hogy ez egy pontig vagy csöndbe biztos itt ülnék, és akkor bólogatnék. Tehát ezzel az igazi most kérdezett tőlem valamit, egyébként a riporterasszony, szóval nem tudok rá válaszolni. Szóval azt szeretném, hogy ez egy pontig biztos érdekes volt a nézőknek, de most már állapodjunk meg inkább abban, hogy a maradék 5 percben hagyják egymást végigmondani, és mindenki viszonylag röviden fogalmaz, és akkor a másiknak is van ideje reagálni. Tehát Lisszabon rosszul tudta akkor a Fidesz? Még egyszer. Tehát az, hogy a Fidesz mindig azt képviselte, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket európai szinten kell kezelni. Mi azt mondjuk, hogy ezt a bevándorlási hullámot, ezt az illegális bevándorlási hullámot, ezt a menekült hullámot, mert van természetesen menekült hullám is, ezt egyedül Magyarország nem tudja megoldani. Ezt európai szinten kéne kezelni, ezért is adtunk több javaslatot. Hát a javaslataink között mindig az volt, hogy igen, először is... Ezt értem, ne haragudjon, hát akkor... most ne ugyanazt mondja el, amit már többször a beszélgetésben. De nem ugyanazt mondom, hanem válaszolok rá. Tehát a közös határvédelem, az nem azért lett kitalálva Schengenben. Orbán Viktor alapszerződés módosítást az Európai Unióban, vagy nem? Mert ha nem kezdeményezett alapszerződés módosítást, akkor tessék kilépni az Európai Unióban. A Schengen 2.0 arról szól, hogy azokat, amelyek az alapszerződésen nyugszanak, nem alapszerződés De hogyne. Hát a Schengeni szerződés, a Dublini 3 egyezmény, ez mind az alapszerződésen nyugszik. Az alapszerződés véleményünk szerint alapjában jó, és biztosítja azt, hogy Európában, az Európai Unióban szuverén országok, szuverén európai országok közössége működjön. Vannak közös dolgaink, vannak közös ügyeink, közös európai ügyeink. Például a menekültügy az lenne, hogyha lenne olyan joga Brüsszelnek, és élne ebben a jogával, hogy mondjuk a görögöknél állítaná meg a bevándorlókat, akkor ez a probléma Magyarországon nem jelenne. Csak akkor Görögországban legyen 200 ezer menekült, és mindenki megéljen boldogan. Én nem szeretnék ilyen Európai Unióban élni. Hát én meg ilyenbe szeretnék élni, mert erről szól az Európai Unió. Kell, nem csak a fejlesztési forrást kell kvóta szerint elosztani, és Magyarország között az a különbség, és ez teljesen jól működik. Az a különbség, hogy Görögország egyetlen egy szabályt sem tartott be, egyetlen egy szabályt sem, amely az alapszerződésen nyugszik. Magyarország az összes szabályt betartotta. Az összes szabályt betartotta Magyarország. Magyarország megvédte az Európai Uniót, akkor, amikor a Nemzeti Parlament döntött arról, hogy milyen eszközöket ad a határvédelemre, milyen műszaki, jogi és emberi erőforrás eszközöket biztosít a határvédelemre, onnantól kezdve eminensen tudta teljesíteni a feladatát. Ez a helyzet. Görögországban meg áramlanak be a bevándorlók. Most egy mindenféle ellenőrző. Van az Orbán Viktor által a regisztrált folyamat szerintem idomenenél meg kéne nézni, hogy milyen regisztrált folyamat van Görögországban. Jó, továbbra sincs. Görögország rendkívül erős pozíciókat
tart fönn magának. Én azt gondolom, hogy nagyon komolyan zsarolja az Európai Uniót, avval a gazdasági romhalmazzal, ami Görögországot jellemzi. Jó, 3 percünk maradt. Szigetvári Viktort megkérném, hogy röviden reagáljon az elhangzottakra, és aztán szeretnék még kérdezni is valamit. Hát én csak annyit tudok mondani, hogy én egy olyan Európai Unióban hiszek, amelyben a nehéz időkben is egymásnak vetjük a vállunkat. Ebben Magyarországnak nem olyanok az integrációs tapasztalatai, mint Németországnak, Hollandiának, az összes kudarcával és egyébként létező sikereivel együtt, mert bár nem beszélünk róla mind a mai napig, naponta elmennek német óvodákba és holland óvodákba és általános iskolákba olyan nem terroristák, nem illegális bevándorlók, hanem asszonyoknak a gyermekei, akiket megerőszakoltak, vagy vallásuk miatt, vagy politikai meggyőződésük miatt elüldöztek az országukból. Ezek az emberek egyébként elsőlegesen Szíriában szeretnének élni, vissza szeretnének oda idővel menni. De én azt se tekintem problémának, ha egy részük Európában marad, mert nem a bőrszintől függ sajnos az, hogy ki akar terrorista lenni és ki nem. És egy dolog biztos, ez az egész kérdés alapvetően azon túlmenő, hogy el akarják terelni a figyelmet kampánnyal és másra, és látjuk, hogy az ellenzéknek meg nem adnak pénzt arra a kampányra, csak kormányzati propaganda lesz, amit én visszautasítok. Emellett ez arról is szól, hogy az Európa ellenes érzelmeket erősítsék a magyarok szívébe, mert egy szorosabban működő, jobban együttműködő 2020 utáni Európai Unióból Magyarországot kinn akarja tartani Orbán Viktor a periférián, és én ezért tekintem problémának, hogy ebben a kérdésben sajnos az MSZP-s politikusok, akik között rengeteg ember tisztelek, nem mernek egyenesen fogalmazni. Én elfogadom, hogyha ők a kvóta ellen vannak, de nem értek vele egyet, mert szerintem az az Európa, amelyről korábban az MSZP-ben mondjuk Kovács László és mások beszéltek, az az Európa az igényli a kvótát, amelyben Magyarországnak az integrációs tapasztalatával összhangban levő mennyiségű 15 ezernél biztosan nem több embert kell befogadni, akiket egyébként a magyarok befogadnak, mert egyébként én jobb véleménnyel vagyok a magyar embereknek ebbéli képességéről, mint ahogyan erről a képviselő úr beszél. Különben egyébként európai asszonyokat erőszakoltak meg tucatjával vagy százasával, raboltak ki. Ezek bűnözők voltak. Nem messze tőlünk meg Bécsben elvágták egy asszonynak egy nyakát, a másikat meg agyonverték vascsővel. Tehát azért azt gondolom, hogy elég komoly példák vannak előttünk. Nem erőszakolták meg a nőket, bár molesztálás kétségkívül történt, amit még kérdezni szeretnék, és kevés az időnk. Mit szól ahhoz, ami mai értesülés, egy rangos brüsszeli lap írta meg, hogy odáig fokozódott a feszültség Brüsszelben magyarok és az Unió között, hogy már majd, hogy nem kínos magyarnak lenni. Sima hazugság. Tehát az a helyzet, bármit be fognak vetni azért, hogy negligálják a magyar népszavazást. Tehát erről beszélek. Tehát mindent bevetnek a előretolt hazai politikusaikat. Mondja csak terroristák, nyugodtan mondja, hogy terrorista. Az előretolt hazai gazdasági érdekeltségeket, mindent be fognak vetni. És a zsidók is biztos képviselő úrja. Kikérem magamnak ezt. Azért én. Én kikérem magamnak. Kik a gazdasági? Gondolom, én kinek vagyok a gazdasági? Kinek vagyok a gazdasági ügynöke? Kinek ezt vagyok? Most vonja vissza. Dehogy vonom ne vissza. Kinek a gazdasági érdeke? Ne vicceljen már, én kinek a gazdasági érdeke? Maga. Álljon. Én. Hát kinek a gazdasági érdekeit képviselő? Ne vicceljünk már, elnök úr. Kinek az ügynöke elnök úr, vagyok? Hogy gondolja kinek ezt? Az ügynöke vagyok képviselő? Hát hogy gondolja kinek ezt? Az ügynöke vagyok képviselő úr? Viszontlátásra. Viszontlátásra. Én nem vagyok hajlandó együtt ülni egy ilyen. Viszontlátásra képviselő. Hát az időnk sajnos úgy is lejárt, úgyhogy következik a reklám, utána pedig folytatni fogjuk ezt a témát, de már jogi szempontból.